is így alakult ki a legegyszerűség, hogy számítógéppel dolgozom. A munkafolyamatomról mondok egy pár szót, hogy körülbelül lehet tudjátok képzelni, hogy mi hogy készül. Tehát eredetileg mindig fotókat készítek, nagyon gyakran makrofotókat. Azt jelenti, hogy közelről fényképezek, és a kis részleteket föl lehet akkor tárni. Most mutatok nektek ilyen természeti tárgyat. Csak teljesen ötletszerűen, hogy elindultam ide hozzátok. Megnézitek, adjátok tovább, akkor látszik, hogy mennyi apró kis részlet van rajta. Tehát az ember, mikor így sétálgat az utcán, akkor hát fák, stb. Elmegyek mellette, közben hallgatom a zenét, programot, stb. Tehát nem tűnik föl, de hogyha alaposan megnézzük, akkor telefon különleges szép apró részlettel a természet. Most a fotózásnál én ezeket a részleteket próbálom megörökíteni, rögzíteni, mindig azt, ami nekem megtetszik. Tehát az első választás az, hogy mit fogok lefotózni a tárgyból. És akkor következik egy számítógépes folyamat, mert a számítógéppel a gyártók által készített olyan nagy programokat lehet elindítani, ami szétszedi ezt a képet, ezt a fotót olyan részekre, hogy az apró kis foltjait, alkotóit már önállóan tudom kezelni. Önállóan tudom átszínezni, megnagyobbítani, kicsinyíteni, máshova rakni, stb. Stb. És akkor kezdődik el tulajdonképpen az a folyamat, amiből megpróbálok egy képet készíteni. Vannak ilyen gömbszerű formák, megint ilyen nagyon finom, aprólékos részletek, sőt a közelről megnézitek, ilyen kis farkincái, ilyen kis szőszök vannak a gömbformák, körformák körül, tehát gazdag a rajzolata ennek a dolognak. Ezt úgy foghatom fel most ilyen átvitt értelemben, hogy itt megfogalmazódok.